Élesen bírálta a Pénélét és az Uszirét Eugene Tomák, a Népi Mozgalom pártelnöke, amiért nem támogatták a parlament létszámát csökkentő törvénytervezetüket. A pártelnök úgy véli, ezt még az idei választás előtt meg kellene szavazni, hiszen 2009-ben 10 millió román állampolgár kérte ezt egy népszavazás keretében. A népszavazás nem közvéleménykutatás, ezért elfogadhatatlan, hogy mindmáig nem ültették gyakorlatba a 2009-es referendum során 10 millió román állampolgár akaratát, és nem csökkentették le a honatyák számát 300-ra. Ezt Eugene Tomák, a Népi Mozgalom pártországos elnöke mondta egy marosvásárhelyi rendezvényen. A PMP elnöke bírálattal illette a Pénélét és az Uszirét, amiért azok nem támogatták őket ebben a törekvésükben. Mi vagyunk az egyetlen politikai alakulat a román parlamentben, amelyik törvénytervezetet dolgozott ki, amelyben azt kértük, hogy csökkentsék a honatyák számát. Figyelem, ezt a tervezetet elfogadta a szenátus, de a képviselőházban 2,5 éve nem szavaztak róla, hiába kérte ezt már számtalanszor Pascán ügyvezető elnök úr, mert egyetlen párt sem támogatta ezt a tervezetet. A PMP elnöke hangsúlyozta, minden alkalmat meg akarnak ragadni arra, hogy az állampolgárok akaratát érvényre juttassák, ezért arra kéri a szavazópolgárokat, hogy segítsék őket nyomást gyakorolni a többi politikai alakulatra, hogy már a 2020-as parlamenti választásokat követően 300 fős parlament alakuljon meg a jelenlegi közel 500-as helyett.